A várakozás alatt szerepelt az alapszakasz első felében a Nyírbátori együttes. Igaz, mint Petneházy Zsolt szakágvezető elmondta, az elmúlt 6 évben nem küzdöttek annyi problémával, mint az elmúlt hónapokban. A felkészülési időszakban több játékos is sérüléssel bajlódott, majd menet közben távozott az egyik kulcsember, Gubó Alex. Pótlására érkezett Varga László, és a csapat meg is indult felfelé. Aztán viszont az edzőjét veszítette el a Nyírbátor. Kidőlt az edzőnk Falcsik Miklós, ezúttal is jobbulást kívánunk Miklósnak, túl van egy komoly műtéten, és ezt az űrt is be kellett tölteni. Itt szeretnék köszönetet mondani Weibli Zoltánnak, az Aranysárkány klub vezetőjének, régi játékosunknak, játékosomnak, hogy azonnal igent mondott, de ő csak december végéig vállalta ezt a szerepet, hiszen az utánpótlásban őre nagyon nagy feladat hárul. Zolinak ezúttal is köszönetet szeretnék mondani. Bár az alapszakasz felénél a csoport alsó régiójában van a Nyírbátor, a klub vezetése nem fogalmazta át az eredeti célkitűzést. Semmi nincs veszve. Ez köszönhető annak, hogy igen kiegyensúlyozott ez a csoport, érdekes eredmények születnek, keresztbeverések, és ez eredményezi azt, hogy semmi, gyakorlatilag semmi nincs veszve, és igyekszünk fölzárkózni az eredetileg kitűzött célunkhoz, ami azt jelenti, hogy az első négybe, ami a felsőházat fogja jelenteni a másik csoport első 4 helyzetjével. Talán ez megnyugtatólag hathatna, hiszen akkor a tavasszal igazán hatékonyan lehetne egy új munkát kezdeni, illetve a fiatalokat beépíteni. Úgymond tét nélkül, mert a felsőházból már nincs, senkit sem fenyeget az a veszély, hogy a kiesés réme fenyegesse. Picit más volt az elképzelésem, de az élet így írta a dolgokat. 7 forduló után a 9 pontos Hajdúszoboszló áll a tabella élén, megelőzve az egyaránt 8 pontos Balmazújvárost és Kisvárdát. A 6 pontos Nyírbátor a 7. helyen várja szombati hajdúszoboszlói vendégjátékát. A 8. forduló további párosítása a következő, Kisvárda-Tiszavasvári, Balmazújváros-Hajdúnánás és Hajdúböszörmény-Deac 2.